Sok szeretettel köszöntök mindenkit a női NB1 női amatőr bajnokságának a nyitó mérkőzésén, ahol az Ajka fogadja a Tatabányai kosárlabda klubot. Egyelőre még nem volt egyik részről se találat. Érdekes lesz ez a mérkőzés, ugyanis mindig jó, hogyha megadják az alaphangot a csapatok a szurkolóiknak. A Tatabányánál a labda, keresik a helyzetet, keresik benne a játékost, majd gyönyörű ajkai védekezés, és a Spori ítél. A játékvezető egyébként Zoltán. Bíró eligazítja a játékosokat. Széli a történéseket kollégával is. Jöhet a Tatabánya. Találtak embert. És helyzet, és még mindig nincsen találat, és jöhet az Ajka. Azaz a Szent Pál Akadémia. Szép bepassz. És a bíró fúj. Úgyhogy büntető dobás következik, meg lehet a mérkőzés első, vagy meg lehetnek az első pontok a mérkőzésen. Persze a csere után. Tatabányi részről. Folytatódik. Büntetővel. És nem ment be az első. De itt a lehetőség javításra. Nézzük meg. Javított. 1-0 a hazai csapat javára. Próbálkozhat a Tatabánya. Keresik az embert, találnak embert, majd kiesik a kezéből a labda, úgyhogy jöhet megint a hazai együttes. Találnak-e valami rést? Ez a kérdés. Lesz szélre. Megpróbál beindulni a játékos, majd inkább kipasszolja. Befut. Szépen labdára ment a védekezés. És nem sikerült ez a három pontos kísérlet. Megint a Tatabánya jön. Igen, csak összeszedetten, és 2-1 a mérkőzés állása. Ítél a bíró. Akadályozást fúj, úgyhogy megint büntető. Bement az első, így már 2-2. Be kéne dobni ezt is, és ez már nem jött össze. Egáról folytatódik, de még mindig az Ajkánál van a labda. Beindulás, és nem sikerül, de úgy se. Tisztázni se sikerült, majd igen. Megint büntető. Ez lesz vajon a mérkőzés végéig? Az első és az utolsó be is ment eddig. Ítél. Ítél a bíró, a Tatabányai edző pedig nem ért nagyon egyet, Lukács Sándor, a bírói ítéletekkel. Majd csöndre inti a játékvezető. Jöhet a hazai gárd egyébként a két csapatot megnézve. A hazaiak azok, akik magasabbak, jóval magasabbak és fiatalabbak is. Tehát, hogyha ezen múlik a mérkőzés, akkor a zsebükben lehet. Próbálnak embert keresni. Lábra ment, de nem volt szándékos, úgyhogy
Ez nem volt szabálytalan. Keresik a rést, majd egy dobás, és egy három pontos láthattunk. Tabányai részről. Tehát a hazai csapatnál 1990-ben született a legidősebb tag, és egy labdaszerzés, és sikerül is kihasználni. Tehát a hazai együttesnek a legöregebb tagja 1990-ben született, még a Tatabányái pedig 1980-ban. És folytatódhat a meccs. Ajkai támadással. Ott rávállalják, és egy gyönyörű dobás. Szép itt az Ajka. Most pedig a Tatabányán a sor. Nem arra, hogy elhagyják a labdát, de nagy nehezen visszaszerezték. És leadják szépen. Nem jött össze. Úgyhogy jön a büntető. Játékvezető közbeszólt. Az első nem megy be. A második pedig még kérdéses. Az pedig bement. Ismét az Ajka próbálkozhat. 15 másodperc még a támadó időből. Keresik a rést, nem nagyon megy, úgyhogy rá kéne lassan vállalni. 7 másodperc, rá is vállalja, és nem jött össze a három pontos. Dobás. Két ponttal zárva. Ahhoz képest, hogy igen egyszerűen indult a mérkőzés. Közben pedig az edzőt kell fegyelmezni. Úgy néz ki a sporttársnak. Közben pedig mindenki vár. Tódik a játék. Cserét követően. Keresik a Tatabányai karést. Eddig megvan, és nagyon szépen el is veszik a labdát. Hazaiak, és egy szép indulás volt. Bejátszás. Lökés. Volt megint mehet a büntető. Cserét követően.
első dobás bement. Második. Pedig majdnem. Érdekes volt. De Tatabányán a sor. Mit tudnak kihozni ebből a lehetőségből? Oldalról dobás. Könnyen megtalálták a kék hetest. Egy nagy dobás. És nem volt sikeres. De nagyon hirtelen és gyorsan megindul a Szent Pál Akadémia. És éppen, hogy csak ki csúszik a gyűrűről. Éppen, hogy csak. Egyébként az Ajka vezetőedzője Farkas László, másodedzője pedig Kauzál István. Tatabányi részről a fővezetőedző Lukács Anikó, másodedzője pedig Lukács Sándor, akit az előbb többször is figyelmeztetni kellett. Már csak 5 perc maradt ebből a negyedből. És egy 3 pontos a zárulva, ez szép volt. Jöhet megint a hazai csapat. Nézzük, tud-e rá válaszolni a Szent Pál Akadémia. Kereskarést, a tatabányaiak szépen fognak, nagyon. Készére, beindulás, nagyon szép játék, és 2 pont. Ez szép játék volt, ezt kéne végigcsinálnia a hazaiaknak. Lépés. Jött a hazai csapat. Közben pedig mutatja nekik, hogy mi az elképzelés a csapattársaknak. A fehér 13-as, és éppen hogy csak megint kicsusszan a gyűrűről. Eddig a szerencse nem állt hazai csapat mellé. Beindulás széről pedig rávállalják, és ez is a gyűrűn gurul végig. Most a Tatabányának se volt szerencséje. Egyébként egész mekkora hármas, gyönyörű. Egyébként ahhoz képest, hogy egy kisebb fajta sportcsarnokban vagyunk, egészen sokan összejöttek szurkolni. És Tatabányai gyors válasz. Az egy sportszerűtlen jelenet volt. És megint egy kicsit megállították a bírók a játékot. Többen reklamálnak, hogy ez 3 vagy 2 pontos volt. A tatabányai vezetőedző megint kicsit kikel magából. Úgyhogy várjuk. Mert is egy kicsi maradt hátra. 15-14-re vezette a hazai csapat. Nagyon szoros eddig a mérkőzés. És még mindig áll egy icike-picikét a játék. Tatabánya indít. Vajon ki fognak-e valamit okoskodni? Keresik a rést, keresik. Nem tudják hova. Átjátsszák másik szélre. Beindul a tatabányai játékos, és az üresen álló játékoshoz passzolt, aki nem tudta bedobni a labdát.
Közben pedig elől kéri a Szent Pál Akadémia játékosa, de nem tudta megfogni. 2 perc 45 másodperc maradt még ebből a negyedből. Széről dobás, és az is a gyűrűn pattog, de nem nagyon ment be. Itt volt a lehetőség arra, hogy kicsit elhúzzon a csapat. Csere. Kék nullással érkezett egy tatabányai játékos. Keresik az embert, megtalálták. A játékos pedig majdnem megtalálta a gyűrűt, de tisztázni tudott a csapattárs. És a bíró ítéletével a játékos, a vendégjátékos nem értett egyet. Megint jöhet kifele a hazai. Kettő perc, 8, 7, 6 másodperc. Nem mondom végig, mert akkor nem tudnák, hogy mi történik a meccsen. Gyönyörű indulás. Tatabánya jön szélről. Vajon mit fog kiokoskodni a vendégjátékos, vagy a vendégjátékosok? Eléggé szelesen fogják a játékosokat, pont azért tudtak ide bejönni. Büntető. Az első épp gyűrűről. És a második pedig kipattant. Nem volt olyan szerencséje, mint az első dobásnál. Egyébként, aki nem nagyon követi a kosárlabdát, annak elmondhatom nyugodt szívvel, hogy egy labdaszerzés látható, de azt akartam kihozni ebből, hogy a gyűrű közben egy két pontos, hogy a gyűrű a talajtól 3 méter 5 centire van, úgyhogy ne lepődjenek meg, hogyha itt nem látnak olyan komoly zsákolásokat, hisz ahhoz egy igen nagy magasság kell. Itt is vannak azért magasságok. Ha jól tudom, itt a pályán a legmagasabb játékos, női játékos 187 centi. A papírról puskázza, pedig bebizonyosodik, hogy nincs igazam, hiszen az ajkán Demeter Hanna 190 centi magas. És azért még ő se tud zsákolni. Az első nem ment be. És a második pedig úgy. Egyébként pedig a játékirama miatt nem tudtam mondani a játékosokat. Ajka részről Papp Bala, Balsai. Balsaiból egyenesen 3 is van. Anna, Dalma és Rita is. Tapai, Csikász, Kulcsár, Markó, Takács, Demeter, Fabini. És a tatabányai részről pedig Szamosi, Horváth, Csicsai, Guti, Nagy, Farkas, Pénzes, Seri, Csáktornyai, Doktor, nem DRL, hanem rendesen Doktor, Kopornyai, és az első büntető pedig közben be is ment. A második pedig úgy szintén, csak ez már kicsit neccesebben, tehát Kopornyai, Kokavec, Lógó és Gali. És egy eladott labda, ami azért
kéne, hogy sok legyen, hiszen sok pontot lehet szerezni az. És a pályán egyébként a legfiatalabb játékos pedig Takács az ai részről, ki itt még csak 19. életévét töltötte be, vagy tölti be. Közben pedig játékvezető figyelmeztet, úgyhogy közel egy perc maradt. És a második szintén bement. Lehet rá válaszolni, itt az esély. Gyönyörű beindulás és pontszerzés. Nem találja a részt a tatabányai játékos, ezért próbált meg egyedül helyzetet kialakítani és beindulni. És egy gyönyörű labdaszerzés. Ezt ki lehet használni, és nincs kihasználva. Sajnálatos módon nincs. Visszaszámolás. Ez nem volt semmi. És majd nem, egy három pontossal zárult. Második negyede. És úgy szint az ajka kezd. Vajon tudnak-e valamit kialakítani? Helyzetet tudtak, pontokat nem. Fordulat a tabánya. Ment, oda-vissza megy a játék, nem találtak nagyon fogást az ajakon. Beindulás, és nem volt jó. Rontott helyzet. Nagyon gyorsan járatják a labdát az ajkaiak. És éppen hogy csak. És az egy sportszerűtlen jelenet volt. Megint egy kis eligazítás. Bírói kijelzés. És oldalról jöhet a bánya, a tatabánya. Próbálják szélre. Majd az üresen álló játékoshoz passzoltak, és egy nagyon nagyot dobott. Ha jól láttam, hármasat. Nagyon szép íve volt a labdának innen oldalról, és más oldalon nem jön össze a pontszerzés. Jelenleg. Oda-vissza megy a játék megint. Lehetőséget próbálnak kialakítani, mert eddig nehéz átjutni a védelmen. És nem jó, kipattant a labda. Le szélre. És rontás. Most kicsit lazábban kezdte a második negyedet a tatabánya. Üresen hagyták az ajkai játékost, és nem tudott ezért büntetni. De még tisztázni még lehet. És nem látott szabálytalanságot a játékvezető. Szélről a másik szélre. Oda-vissza megy a játék. És egy három pontos volt kialakulóban, de a gyűrű közbeszólt. Lejátszák szélre, megint egy három pontos próbálkozás, és ez most már össze is jött. Ez most már össze is jött. Ahhoz képest, hogy lazában kezdett a tatabánya, egészen összekapja magát. Pontszerzéssel válaszol a Szent Pál Akadémia. Nézzük. Itt az egyik szél teljesen üres.
És... Én pedig a játékvezetőnek továbbítottam a labdát. Remélem a mérkőzés végre le is igazolnak. Viccet félretéve jött a Tatabánya. És nagyon-nagyon szellősen hagyja a területet a hazai együttes. Nem szabadna, mert büntet a Tatabánya. 5 másodperc a támadó időből. És rávállalta. Nem jött össze. Most pedig nagyon lerohan a hazai csapat, és nem jó, nem jó, nem jó. Nem tudnak pontot dobni. Kivéve büntetőből. Hogyha most összejön. Csere. Tatabányi részem volt persze. Ajkai játékos pedig gyakorolja, hogy hogyan kell rásuhintani, csak lazán, és eredményességre fog vezetni minden bizonnyal. Sokan drukkolnak neki széről is, és... Bedobja, én megmondtam. A másodikat is megmondanám. És azt is bedobta szépen. Nézzük, tud-e válaszolni a Bánya. És labdaszerzés. És most pedig a másik oldalon volt egy labdaszerzés. Felélénkül a játék. 3 pontos. És felugrik a tatabányai kisvad, annyira örülnek ennek. Van alapja persze. Ugye a szezon első mérkőzésén szerintem mind a kettő csapatnak jó lenne a győzelem, de az sajnos nem kivitelezhető. De megadja az alaphangulatot az idényre. Büntető. Persze a csere után el is végezték. Az első tökéletes dobás. És a másodikra is nagyon lazán rákészül, de pontosan, és benn is van, erről van szó. Most az utóbbi 1-2 percben megint leült a Tatabánya. Nem tudják az akaratukat érvényesíteni. Elhiszem, hogy hajtós meccs, de itt mind a 4x10 percbe maxot kell hozni. Labdavesztés, majd visszaszerzik nagy nehezen. 5 másod. A földön ment a harc. Na jól látom, a Tatabánya jöhet. A földre rogyott játékos pedig a könyökét fájlalja. Nézzük meg. 5 percen belül a második negyedben. Nem sikerült a labdaszerzés ajkai részről, egy 3 pontos kísérlet sikerrel zárult ismét. Jól megy. Jól mennek most a 3 pontosok a Tatabányától.
szinte a második negyedben csak majdnem, hogy csak abból találtak be. És nem jó. És megint földön kettő játékos. Gyorsan föl is pattannak. Büntetővel folytatódik a mérkőzés. Szépíthet az Ajka, a Szent Pál Akadémia. A Spa. Gyönyörű az első. Reméljük a második is hasonlóképpen végződik. Így van. Így legyen ötösöm a lotton. Elhelyezkednek a tatabányai játékosok. Majd a játékvezető közbefúj. Hazai együttes hozhatja játékba a labdát. Közben pedig videóbíróval kommunikál a játékvezető. Keresik a rést, mert egyelőre jól zár a tatabánya védelme. Nem találnak rést, úgyhogy azt rá kellett volna vállalni, de így találnak. De nem megy be, sajnos. Ugyanúgy még az Ajkánál van a labda. Szélre. És hát ezt gyorsan el is vesztették. Jön a bánya. Persze. Miután megbeszélték a bírók a dolgukat, és ez be is fejeződött, most már úgyhogy mehet. Jelzi a formát, a kék tízes. Nem volt ez egy túlságosan szép védekezés, hiszen két-három játékoshoz is elmehetett volna a labda. Bíró jelez. Tatabányai büntető következik. Úgyhogy még másik negyedből hátra még 3 perc, 41 másodperc. Nézzük. Elnézést, nem is büntető, hanem oldalról jöttek, ezt benéztem. De egy-két pontossal zárják. Felér kettő. Sikeres büntetővel. Most fel kicsit szellős megint a tatabánya védelme, és rávállalják a hármasról, vagyis hármasat szeretek volna dobni, de nem jött össze. Folytatódik a tatabányai ostrom. És lépéshiba. Időkérés.
az időkérésnek. Hivatalosan most lett vége. Bár még mennek a nagy edzői tanácsok. És visszatértek az ajkaiak a pályára, a tatabányaiakkal egyaránt. Oldalról jön a labda. És kérdés, hogy ki tudnak-e valamit fogni. Két pontosat nem sikerül, de még mindig ott a lehetőség. Három pontos se sikerül. Jött a tatabányai ostrom ismét. És itt ér ki fel a bíró. Ismét az ajkánál lehet a labda. És a lehetőség is. Nézzük meg. A fennmaradó 2 perc, 2,5 percbe még sok fordulat bekövetkezhet, hiszen ez egy olyan sportág, ahol másodperc. Gyönyörű sár. Vendég szurkolókat egyébként nem nagyon láttam, tapasztaltam. Még nincs teljes felszabadulás, de azt nagyon hátra adták. Megint jöhet az ajka. Csere után persze. Mindkét részen. Ja nem, csak tatabányai részen volt. Be lehet, de labda szerzés. Vajon ezt az elhagyás bünteti a tatabánya? Igen vagy nem, hamarosan erre kapunk választ. 15 másodpercen belül, hiszen a támadóidő is hamarosan lejár. Le szélre, rávállalják. Nem jó. És már jöhet is az ajka. A Szent Pál Akadémia. Játékos szépen ki oldalra, és pontatlan. Pontatlan volt a dobás. De még mindig marad. És az se jó. És másodjára se. Büntető. Dobás. Az első nem jött be. Fellélegezhet a tatabánya picikét. Második pedig gyönyörűen, még gyűrűt se érintette, csak a háló susogását lehetett hallani. Kicsit felpörgetik a játékot a tatabányai edzők. Részt is nagyon keresték, és a kék hetes ezt meg is találta, és ki is használta. De ugyanolyan gyorsan támad vissza. Hazai csapat és egy eladott labda. Következtében megint problémába kerülnek. Büntető a másik oldalon. Az elsőt. Sikeresen értékesítette a vendégjátékos. És a másodikat. Úgy szintén. Gyorsan lehet még javítani a helyzeten. Az ajaknak ugyanis 43, 42, 41 és 40 másodperc van. Támadó időből pedig 10 másodperc, és pont ilyenkor fúj a bíró.
14 másodperc. Hát nem értették meg egymást az edzők a segítőkkel. Egyik időért kiabált, aztán pedig mégse. Az Ajkának faragnia kell valamit a hátrányból. És ez jó, sikerül is. 20 másodperc a második negyedből. Nézzük meg. Nem tudja a tatabányai játékos hova dobni. Mindenhol fogva voltak a csapattársak. Majd egy nagyon veszélyes beindulás követően 2 pont. És vége is a második negyednek. Megint egy kis szusszanás. Visszatérve is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket, kosárlabda fanatikusokat, leendő kollégákat, mindenkit. A harmadik negyed következik az Ajka Tatabánya mérkőzésen. Az első 2 negyedbe eddig igen forró hangulatot láthattunk, érzékelhettünk, és ezek szerint, vagyis hát ez szerint pedig a Tatabánya vezet 40-33. 33-as arányba, tehát 7 ponttal. Így vághat neki a harmadik negyednek a vendég és a hazai együttes is. Nézzük is, hogy mire lesznek képesek. Területet nem nagyon találva, beindul az a játékos, majd egy 3 pontost próbál dobni. Az Ajka játékos, nem sikerült. Talán ugyanolyan iramba is folytatódik, ahogy abba lett hagyva a második negyedben a mérkőzés. Talán egy kicsit forróbban is, ez majd mindjárt kiderül. 10 másodperc a támadóidőből. 7, 6, 5, 4, 3, vajon lesz-e? Pont az zára, így van. Éppen hogy csak sikerül dobni. És találatot is jegyezhetünk megint. Gyönyörű beindulás. Kár, hogy nem így végződött a helyzet. Nagyon szellősen hagyták most a Tatabánya játékosokat. Nagyon sok terület adódott előttük. De egy labdaszerzés. Micsoda iram. Dobás. Ez se sikerült. Valahogy nem jönnek össze a próbálkozásai a hazai együttesnek. Pedig kéne. Tatabányi játékos beindul, majd kiszére, és az üresen álló játékoshoz passzol, és egy óriási 3 pontosat dobott. És egy nagyon szép adás volt. Amely, ha jól látom, büntetővel folytatódik. Ez még egy jó kérdés. Először egy csere lesz. Csere van terve, amit sikeresen el is végzett a hazai csapat. Így van, büntető következik. Az elsőt elrontotta fiatal játékosunk. Másodikat már csak nem fogja. Így van, eltaláltam. Egy kis szépségtapaszt most magukra adott az a kosárlabdázó, és ez egy nagyon sportszerűtlen megmozdulás volt. De ez csak jó, hiszen most nálunk marad a labda. Már csak az a kérdés, hogy élünk-e ezzel, ki fogjuk-e használni a helyzetet, hogyha úgy fog adódni. Szére, keresi az üres embertét, és megint büntető. A mérkőzés is egyébként így lett elkezdve Ajkai részről, tehát akcióból nem tudtak betalálni, elkezdték büntetőkkel, aztán szépen belejöttek, és utána pedig már a 2-3 pontos dobást se vetették meg.
Gyönyörű, még gyűrűt se ért a labda. És a második dobás pedig. Majdnem kimondtam, hogy szintén jó. De épp, hogy a gyűrűn végig gurult a labda. De nem landolt a hálóba. Közben egy tatabányai helyzet volt. És a labda össze-vissza pattog, még én se tudom, hogy kinél kötött ki, de tatabányainál. És a gyűrűről pedig oda-vissza, és kipattant a labda megint. Egyik csapatnak sincsen szerencséje. Talán most a Zajkának, így van. Irány vissza védekezni, és labdát szerezni, vagy hibára kell kényszeríteni a vendégeket. Csúszás. Parketta minőségét megnézik a lányok. Nem tetszik, hisz gyorsan felállnak. És áll a játék egy picit. Csere. Közben nem csak a játékosok, de még én is frissítek. Időkérés. Nyolc pontos előny, időkérés után, még mindig. Tatabánya már visszatért a pályára. És az Ajka is most feltápászkodik. Fog látszódni. Pont azért nem kevés, de nem is olyan sok, amit ne lehetne ledolgozni. Közben a tatabányai keresi az emberét, és megvan. És éppen hogy csak a támadó idő utolsó másod perceiben találnak be. 8 pontról 10 pontra emelkedett a két csapat közti differencia. Gyönyörűen elvesztették, és oda csaptak. Én szerintem. Jöhet az Ajka. Megtalálták a 18-ast. Gyönyörű beindulás, és kicsit dolgozzunk le a hátrányon. Megint 8 pont a két csapat közötti differencia. Beindul a tatabányai játékos, és nem sikerült. Na ebből lehet ismét pontot szerezni. Felpörgették magukat. Hazaiak, gyönyörű. Már csak 6 pont a különbség. Nagyon defenzíven kellene védekezni. Vagy hibára kell kényszeríteni a vendéget. Hát nem éppenséggel így. De jön a tatabánya. Keresi az emberét a játékos. Úgy néz ki, hogy megtalálja. És labdavesztés, labdaszerzés Ajkai részről. És összejött. 6 pontról már csak 4 pont a különbség. 10 pontról dolgozták le 4-re. Úgyhogy most
kicsit szívósabb az a együttes. Ismét 6 pont a különbség. Hú, de nem figyeltek a területre a vendégek, de ezt a hibájukat most nem használták ki. Ismét fordulatot a bánya labdával. Nagyon üresen volt hagyva. Nem értenek egyet a döntéssel az ajkai játékosok. A Szent Pál Akadémia növendékei. Büntetővel folytatódik a mérkőzés. Úgyhogy ebből a negyedből még 4 perc van hátra, az elsőt pedig értékesítik. Megint nő a differencia, most már 7-tel, 7-re inkább, hogy helyesen is mondjam, és 8-ra. Nagyon össze kell kapnia magát még most azaiaknak, hogy a negyedik negyedre úgy jöjjenek, hogy komoly esélyeik legyenek a győzelemre. Szép lefordulás, és azaz. Újabb kosár. Magasságát kihasználva, pontot szerzett. Demeter. Tatabányi keresi az emberét, megtalálja, majd ismét büntetőhöz jut a csapat. Az ajkai edző pedig, Farkas László pedig figyelemre inti a játékosait, mert kicsit fegyelmezetlennek tartja őket. Tatabányai 14-es. Az elsőt bedobja. És a másodikat kihagyja. És ebből fordul most a hazai együttes. Nézzük meg. Közben pedig cserét végeznek el a vendégek. Egy kis vérfrissítés két büntető között. Nagyon koncentrálva, higgadtan az elsőt bedobja. A másodikat pedig nem sikerül. Össze-vissza pattog a labda, nem tudni hol áll meg. És még itt letámadnak az ellenfél tér felén az ajak. Jól teszik. Muszáj hibára kényszeríteni a játékosokat. Ajjajjajjajjajj. És éppen, hogy csak a gyűrűn végig gurul, és másodjára se sikerült bedobni. Támadó idő 7-6-5 másodperc. El kéne dobni. Sokan fölhújogtak, hogy ez csúnya volt. Azért annyira nem. Csere a hazaiaknál is. Büntető dobással folytatódik a játék. Nézzük az elsőt pedig. Nem sikerült bedobni. A másodikat pedig igen vagy nem. Pár másodpercen belül kiderül. Pontosan most derül ki. Sikerült. Szépen megint csak a hálót érintve a gyűrű. Nem szólt közbe. Precízen betalált. Keresik a területet. Nagyon szépen meg is találják. És pontatlan volt a dobás. Nagyon pontatlan, ilyenkor már nem lehet elkövetni. Főleg így, hogy a harmadik negyedből
Egy kicsivel több mint 3 másodperc van. 3 másodperc, 3 perc van hátra, az kemény lenne, hogy 3 másodperc, és büntet a Tatabánya, büntet, büntet, büntet. Szépen befordul. Kosár. Muszáj levinni a differenciát. Minimum 5-re. 5 pont különbségre. Mert a véghajrában úgyis mindenki megnyomja. És... az utolsó másodpercek behasználta ki a támadó idejét. A Tatabányai dobással, amely nem zárult sikerrel. Kicsit fellélegeztek itt az ajkai drukkerek. Nézhetjük, hogy mit találnak ki a fennmaradó időbe a játékosok. És az büntető. Ha jól láttam. Így van. Levegőbe is egy-kettőt dob a játékos. Kicsit felkészíti magát. Előbb is így csinálta, és előbb is így dobta be mind a kettőt. Most az elsőt egyelőre bedobja. Duplázik-e megint büntetőből a hazai. Így van. Sikerült neki. Kettő perc, 10 másodperc maradt hátra ebből a negyedből, elnézést. Na, és most rákezdenek, vagyis ráindítanak a drukkerek is, hogy hajrá lányok. Teljesen jogosan. Meg lehet ez még. Nagyon okosan, 3 pontos, kipattan. Hazaiak jönnek. Kiszére, beindulás. Lépéshibát mondtak a bírók. És egy kis probléma alakult ki. A játékvezetők figyelmeztetik Farkas László urat, hogy kicsit nyugodjon le. Egyelőre nem értékel. A játékvezető mondta Farkas Lászlónak, hogy fejezze be. Mondta Farkas László, hogy hát ezt én fejezném. Gondolom a fújásra értette, mert nem volt neki szimpatikus. Nyugodtan kihasználhatja a támadó idejét a Bánya. Hiszen még 10 másodperc, amint ezt kimondom. És megint kosár. Ezt már fújta a játékvezető. Megint büntető. Az előbb kétszer ki is használta a helyzetét. A hazai hetes. Itt az elsőt nem sikerült. Többen mondják neki, hogy figyelj. Fújja ki a levegőt. Úgy, mint most, és ez sincs benne. Jöhet ismét a Tatabánya.
Ebbe a fennálló egy percben még... Még... Pár pontot még le lehetne húzni. A különbségről Hati nem annyira. És most ezt okosan meg kéne oldani. Ismét büntető. Az előbb kettőt, most kettőt kéne javítani. 43 másodperc maradt ebből a játék részből. Csönyömi össze. Próba 3 büntetőpontot rontott. 4-1-re már benn kell lennie. Így is lett. Közben pedig folytatódik Tatabányai. Helyzet, után Ajkai helyzet jön. És lépést! Lépést fúj a bíró. Hát! Közben pedig az előbb pár szót beszéltem a Tatabánya másodedzőjével, ugyanis a lábam kitakarta a táblát, de rendes volt. Na nézzük, az utolsó 7-6-5 másodpercben valamit tud-e kezdeni még a Tatabánya? Nem. Ennyi éppen elég, ugyanis a harmadik negyed még nagyobb különbséggel ér véget. Sajnálatos módra. Ugyanis 51-59, tehát 8 pontos differencia van. És ezzel fordulni az utolsó negyedre azért nem egy lányálom. De remélhetőleg sikerül a fordítás. Kis szusszanás és visszatérünk. 8 pontos differenciával indul az utolsó negyed, amivel még valamit lehet változtatni, szépíteni az eredményen, kicsit kozmetikázni. Nézzük, hogy sikerül-e az Ajkának. Az első negyedben pedig szerintem bőven partiban voltak. Aztán valahogy a szerencse átállt az ellenfélhez. 8 pontról 10-re emelkedett a különbség. Nagyon nagy a biztatás. Labdaszerzés Tatabányai részről. És szépen el is vettük. Tovább. Nem jó. Ezt az utolsó 10 percet meg kell nyomni, nincs mese. Itt mindenért meg kell küzdeni. Hisz ez már... Vagy muszáj. Nézzük. Mit tudnak kiügyeskedni a vendégek? Üres ember találtak, nagy nehezen, de összejött mégis. Beindul ás és szép labdaszerzés. Majd labdavesztés, az már nem szép. 10-ről 12. Ez így nagyon nem jó. Ez így nagyon nem jó. Hajrá, Ajka. Szólnak meg a drukkerek. Bepattok, szép.
nagyon szorosan fogják most az embereket. Az aljak, eddig jó, eddig tetszik. És egy nagyon szép labdaszerzés, amit végig lehet vinni. És végig is vittünk. Ez bizony így kell csinálni. Megint hibára kell kényszeríteni a vendégeket. Máshogy nem lehet ezt kihúzni, megcsinálni. Ajj. Nem tudjuk hibára kényszeríteni, vagy nem tudtuk most hibára kényszeríteni a vendégeket. Nem baj. Van még idő. Van még kicsivel kevesebb, 8 perc. 3 pontos, nem jó. És most nagyon-nagyon-nagyon üresen volt a tatabányai játékos, de nem talált kosárba. Szép labdavezetés. Oda-vissza játék. Találnak erést valahol. Gyönyörű dobás. Így kell, és közben egy csere. És időkérés is lesz. Addig pedig elsétálok a pálya közepére. Kicsit tájékozódni. Vége az időkérésnek, cserék is megvoltak. 8 pontos differenciával folytatódik. Az utolsó negyed. És még 7 perc, 14 másodperc maradt hátra. Nézzük. Nagyon szorosan fogja most a hazai együttes a vendégeket. Azért nem tudnak helyzetet kialakítani. Lépést jelzett a bíró. Lehet ledolgozni a hátrányt. Nem is inkább lehet, hanem muszáj. Na mit okoskodnak ki a hazaiak? Nézzük. Lejátsszák szélre. Így van. 8 pontról 6. A különbség. Rontásra kell kényszeríteni a vendégeket. Jó, így nagyon, nagyon szorosan. Levegőt se szabad adni nekik. Ez az. Rontott a tatabánya. 6 pontról le lehet küzdeni. Maximum 3-ra, minimum 4-re. És négy, majdnem, hogy 4-re. Nem jött össze, lepattant a gyűrűről a labda. És a tatabánya jöhet, és jön is. Bár nagyon jól védekezik most a hazai gárda. Lányok nagyon kitesznek most magukért az utolsó percekben. Hát, megint 8 pont. Kezd kicsit elszállni a reménység. A
játékvezető fújt. Nézzük. Oldalról jön a hazai. Kereskarést, vagy egy beindulás. Büntető. 8 pontról kell dolgozni 6-ra, aztán meg 3-3-as, és el van intézve a meccs, bárcsak ilyen könnyű lenne. Az első oké, és benn volt. És a második is bement, megint 6 pont van. Két csapat között, ezt 5 perc alatt le lehet dolgozni. Nagyon jó védekezéssel persze. Vagy rontásra, kényszerítéssel. Egy csere. Mint az egyik legjobban dobó tatabányai játékost hozták be. A kéket 7-essel. Három pontos nem sikerült. Tisztázni kéne. És sikerül is. Na most pedig le kell támadni a játékosokat. Úgy, gyönyörű. Ez bizony így is kell csinálni. Megint. Észnél kell lenni. Farkas László edző pedig kicsit kiakadt. Most a saját játékosaira, nem a bíróra. Nem értő, minek felesleges hibákat véteni, amit nagyon könnyen el lehet kerülni. Nagyon jó blokkolás volt. Időkérés, ismét. ...63-67, és még 4 perc. 14 másodperc maradt az utolsó negyedből. Megnézzük, hogy mire lesz elég. Ez a 4 pont, ez leküzdhető. És le is kell küzdeni. Na nézzük, mi az ellenszer a tatabányai csapat ellen. Szélre vissza. Másik szélre tovább játszani. Nagyon agresszívan, határozottan. És egy labdavesztés. Most a tatabányának kell hibázni ahhoz,
hogy itt még... Jó, még nincs olyan hamar eldöntve ez a meccs. Hiszen még van 3,5 perc. 4 pontos különbséggel. Itt a 16-os kéri a labdát. Egyelőre nem kapja. 3-as! 1 pont a különbség a vége előtt. 3 perc, 15 másodperccel. 1 pont. Nagyon szoros lett itt a végére. Nagyon-nagyon-nagyon kíméletlenül szoros. Nem jó, ront! Ront a tatabánya. A végén ki marad. Jobban. Fejben persze. Ki tud megküzdeni ezzel a nyomással. Aki meg tud küzdeni, és nincs bent. Aki meg tud küzdeni, az valószínűleg megnyeri. És büntető. Úgyhogy 1 pont a különbség a két csapat között. Hosszú idő óta megszerezheti a vezetést az a csapat. És pont a legjobbkor, hisz a vége előtt. Az első büntető nem jött össze. Ja, és ugye mivel csak egy büntető volt, azért marad az 1 pont. Nagyon nagy izgalmak maradnak itt a végére nekünk. A tabányai játékos mutatja, hogy mit, hogy hova akar. Hibára kell őket kényszeríteni, nincs mese. Nem jó. Utána kell menni a labdának. Muszáj most már birtokolni. Persze, vezetés megszerezve követően. És kipattan. Tisztázni kell. Az is lepattan. És most jöhet az a csapat. Micsoda végjáték itt a végére. És éppen, hogy csak kipattan. És... Nem jó. 1 pont. És kevesebb, mint 2 perc. Mindenki nagyon izgul. Nagyon szép. A végére egy egész izgalmas mérkőzést láthatunk. Az elején is az volt, csak aztán valahogy a szerencse volt inkább itt a döntő faktor. Azért tudott annyira elhúzni a tatabánya többször, többel. Nézzük, hogy 3 pont a különbség, azt nézzük most. És 1 perc, 25 másodperc maradt a mérkőzésből. Ez nagyon nagy hajrá lesz, és labda vesztés. És most eldőlhet a mérkőzés. Tatabányai kezekben a sors, a mérkőzés sorsa. Nagyon védekezni kell. És a szerencse még ott volt. 50 másodperc a meccsből. 3 pontos különbség. 3 pontos különbség. Rá kell vállalni valakinek azonnal. Nem jó. És a második se jó. 30 másodperc a meccsből, ezt a
támadó időben nem fogják nagyon gyorsan elhasználni a vendégek. Hiszen az idő most nekik kedvez, hiszen 3 ponttal vezetnek. 17 másodperc. És most dölt el a mérkőzés. Most dölt el a mérkőzés, ugyanis 5 pont most a különbség lefújás előtt 10 másodperccel. És egy időkérés. Vagyis 9 másodperc és 5 pontos különbség. Hát reméljük, valaki nagyon gyorsan tud 3 darab 3 pontosat dobni, de 2 is elég lenne. Mindjárt kiderül minden. Kilenc másodperc maradt a mérkőzésből. És 5 pontos különbség. Legalább a hátrányból egy kicsit faragjunk le. Most kiderül, hogy mi és hogyan lesz. Nyolc másodpercnél állították megint meg kereken a labdát. Vagyis az időt is a labda mellett, persze. Nézzük. Ezt legalább végig kell vinni. 5 pontról. 3 pont a különbség. És vége. És én alig hallom a hangomat, annyira örülnek a tatabányaiak, hogy az első forduló első mérkőzését megnyerték. Én közben a labdát is visszagurítom. Nagy öröm volt. Persze nem visszagurítani, hanem a tatabányaiaknak megnyerni ezt a mérkőzést. De úgy érzem, hogy emelt fővel jöhet le az a együttes is, hiszen az utolsó másodpercekre azért elég izgalmassá tették a játékot. De attól ez még az eredménye nem változtat. Ajka Tatabánya 70-71. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Legközelebb is tegyenek így. És jó pihenést kívánok mindenkinek.